Megemlékezést tartottak Szerencsén a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumban január 20-án. A lelki percek alkalmával megemlékeztek az ökumenikus imahétről, mely a keresztény egyházak világszerte közös imahete. Balázs Pál református lelkipásztor a lelki percek alkalmával felhívta a diákok figyelmét a harmadik napi igehirdetésre, ami nem más, mint a cselekedj igazságosan, törekedj a szeretetre, légy alázatos. Kérte a diákokat, hogy legyenek irgalmasak, segítőkészek. Ezt követően Gaspárné Tilman Edina igazgató kiemelte, hogy imádsággal fejezték be a lelki perceket, de van még egy imádságunk, amely részben az ország határokon belül a miénk, de minden magyaré, aki az ország határon kívül éli a mindennapjét. Ez az imádság pedig a himnusz, aminek kapcsán január 22-ét 1989 óta a Magyar Kultúra napjaként ünnepeljük, hiszen Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én csekint tisztázta le a magyar nemzet imádságát, a himnuszt, hangsúlyozta az igazgató. Ezt követően a diákok műsora következett, melyben közösen elénekelték a himnuszt. Mezősi Ákos adta elő Cseh Tamástól a Csönded vagyok című számot. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál a magadról szép éneket, dicsérő éneket. Én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Elszóljó csönd vagyok, csönded vagyok. A tanulók a műsoruk alkalmával kiemelték, hogy Kölcsey Ferenc pontosan 200 éve, 1823. január 22-én fejezte be a himnusz megírását, amely olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és az e hazát szerető, védelmező és érte meghalni kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit, küzdelmeit és vereségeit. A bevezető és a záró verszakokban Istent hívja segítségül, hogy végre boldogságban, békében élhessen a magyar e földön, hangsúlyozták a diákok.